Szán András volt az, aki ezt gondolta, hogy csinál egy úgynevezett magyar avantgárd múzeumot. Hát ez egy projekt volt, ennek az előzményeként, amit el kell mondani, hogy volt, ez 79-ben történt, és volt 71-ben a Becker László által kezdeményezett elképzelés című, az 71, most arról is kell egy pár szót ejteni, hogy 71-ben jött be, gyűrűzött be Magyarországra a úgynevezett konceptárt. És a konceptárt sem, szóval nem volt sokkal idősebb, mert 70-es, a 60-as évek végén, tehát 69-ben volt egy csomó koncept kiállítás Európában, először Amerikában, aztán Európában, és az mondjuk egy olyan egy-két év kellett ahhoz, hogy átjöjjön Magyarországra. Most a Becker László akkor kezdte, ez most 71-ben vagyunk, akkor kezdte a pályáját, azt hiszem 69-ben vagy 70-ben végezte az egyetemet, ifjú művészettörténészként, természetesen, mint minden ifjú, ugye a legfrissebb dolgok érdeklik, ami akkor van, amikor ő éppen felnőtté válik, vagyis hogy beindul az életbe. Ez egy teljesen normális dolog, és akkor tele van lendülete, és minden frissre érzékel, és így tovább. Most a Becker László is, hát akkor, mint az ifjak, minden ifjú, a konceptártot rögtön kiszúrta, hogy az az a dolog, vagy a művészetnek az az a mozdulata, ahol a legtöbb újdonságot lehet találni. És még volt egy másik háttér szempont, vagy tényező, hogy a Permetszky Géza, aki korábban a magyar avantgárd, vagy a új magyar művészetnek a gurúja volt, vagy a szószólója, aki szintén ifjú, hát mondjuk egy 15 évvel idősebb, mint a Beke, akkor éppen úgy döntött, hogy elhagyja az országot, ez volt 70-ben, tehát akkor valaki, tehát egy nagy űr támad, tehát a Beke ebbe az űrbe csöppent bele, ifjú módon, és mindenki követett, szóval jót elkezdett valamit csinálni, aztán mindenki oda kapta a fejét, és akkor elkezdték követelni, hogy akkor ő helyettesítse a Permetszkyt. Ez így szokott lenni egyébként mindig. Úgyhogy akik így az életbe indulnak, legegyszerűbb azt figyelik, hogy ki az, aki éppen letette a stafétabotot, és azt gyorsan fel kell kapni, és akkor lehet tovább futni, mert van rá igény. Tehát ott maradt a sok, a nagy-nagy igény, és nem volt élharcos, aki azt vitte volna. Na, szóval Becke így került be. Tulajdonképpen egy nagyon nagy helyzeti energiával indult, és akkor kitalálta ezt a... Ezt nagyon jól találta ki egyébként, az elképzelés projektnek az volt a lényege, hogy ő, mint művészettörténész, mint elméleti ember, bekapcsolódik, mert hogy akkor a fluxusnak, a konceptnek, ezeknek a műfajtalan műfajok vagy területeknek, az volt a lényege, hogy nem különböztették meg a művészt, a nem művésztől, vagy az írót, a festőtől, vagy szóval mindenki művész volt. Tehát akkor a Becker így boldogan beugrott ebbe a helyzetbe, hogy ő egyszerre lehet akkor művészettörténész is, meg művész is. Illetve lehet, nem csak hogy lehet, hanem elváratik. Tehát akkor el volt várva, mert úgy csak úgy dumálni nem volt érdemes, mert a Kossuth ugye a nagy, hogy hívják, teoretikus azt mondta, hogy itt most már nincsen, szóval nincs szükség kritikusokra, meg teoretikusokra, mert mi magunk megtesszük ezt. Tehát úgyhogy aki teoretikusnak született, akkor kénytelen volt felvállalni a művész szerepet is. Na jó, ennyit erről a szituációról, amikor indult. De most 10 évvel később vagyunk. És 10 évvel később jött ki a Bán András, akit a kiállítás megnyitotta, jött ki az egyetemről, és hát most azt nem is tisztáztam vele, hogy ő hallott vagy nem hallott erről a múzeumi karton dologról, amit nem a Becke csinált, csak a Becke projektjében szerepelt, és tulajdonképpen, és az Power Gyula csinált, találta ki a múzeumi kartont, de végülis az egész elképzelés projektnek ez a múzeumi karton volt a legmenőbb darabja. A többiek tulajdonképpen el is hihettek, mert ilyen, hát volt egy-két érték,
De most már nagyon nehéz utolérni, mert szanaszét kerültek az anyagok, de volt egy-két érték, ami még mindig, én már webre feltettem egy pár darabot ezekből, az Atalai Gábornak voltak ilyen nagyon kemény konceptes szövegei, és akkor kinek még? Akkor a Major Jánosnak ilyen rajzos dolgai, hát az nem volt igazán koncept. Tehát ami koncept volt, az leginkább az Atalai volt. A többiek, a pécsiek voltak még benne, a pécsi műhelyesek, akik lendártal vagy ilyen tájártalakításokkal foglalkoztak, ami szintén mondjuk a festészethez, szobrászathoz viszonyítva mondjuk ilyen efemer dolog volt, mert akkor az még nem, azt még nem vették komolyan. És akkor több nem nagyon volt. Tehát lényeg az, hogy ami miatt a Beckynek ez az elképzelés projektje értékes lett, itt van egy kis jegyzet, de a Bán Andrásnak írja, ami miatt értékes lett, ez a Power ötlete, attól lett értékes, és a Bán is erre harapott rá a múzeumi kartonnal, mert ő eleve úgy indult, úgyhogy ez a kiállítás itt tulajdonképpen egy ilyen dosszé, abban egy dosszé van benne, itt látsz is, egy ilyen, most ott van nálunk az Árpulban, egy pár darab ezek közül kiraktam üzenítőnek, de fent van a webben, úgyhogy meg lehet nézni az egészet. Már a Power is fent van az egész, meg ez is össze van kapcsolva, akit jobban érdekel, azok nézegetheti. Na most tehát itt látszik, hogy a Bán mennyit küzdött. Most a Bán teljesen más karakter, mint a Becker, mert már a kor maga is más, tehát 10 év múlva egészen megváltozott. A társadalom teljesen mások voltak. A koncept az lefutott már, mindenki úgy legyintett rá, hogy ez már nem is érdekes, akkor ezután nem is lehetett tudni, hogy mi is akkor az a progresszív, tehát mit lehet progresszívnek tekinteni. Úgyhogy így jött ki a Bán, és hát a Bán egy érdekes, egészen más pályát futott be. Itt látszik, hogy az első kiállítás, az alapító kiállításon ennyien voltak, akkor csinált volt egy körkérdés, annak is ott ki van rakva a felhívása a realizmusról. Most ez csak annyiban érdekes, hogy volt ez a bizonyos szociál, amit hát már rögtek rajta azok is, akiknek komolyan kellett volna venniük, mert hogy hát a Aradi Nóra azt mondta, hogy ó, ugyan hát ez csak egy metafora. Jó, a szociál egy metafora. Jó, és akkor mi van? Akkor mit csinál? És akkor mi a realizmus? Jön a ifjú, akkor megint jön a új generáció, beindul. Ja, hogyha azt mondja Aradi Nóra, hogy amit úgy komolyan vettek egyébként a hatóságilag, komolyan vették ezt a szocialista realizmust, csak éppen senki nem tudta, mi az. Egyedül a Aradi Nóra, mint a másik főgurú, mert mondjuk a hivatalos főgurú az Aradi Nóra volt, ő ilyet mond, hogy ez egy metafora, hát akkor most nézzük, hogy akkor most mit kezdjünk magunkkal. Tehát, és akkor a Bán és a, hogy hívják, a másik, barátja, a Könzöl Csaba, akinek azt hiszem filozófiát végzett, ha jól emlékszem, ők ketten barátkoztak, és akkor ketten találták ki ezt a realizmus ügyet, hogy akkor nézzük már, hogy akkor csináltak egy ilyen kiírást, mindenki, akiről gondolták, hogy elég értelmes, annak elküldték, és akkor vissza is jött egy csomó, nagyon érdekes, ezt ki lehetne adni, mondtam is neki, hogy miért nem akarja kiadni, azt mondja, az már nem érdekes senki. Szerintem nagyon érdekes, de nem csak úgy, hogy kiadni, hanem hozzáírni még, tehát szóval értelmezni, hogy egy kis bevezetővel, egyéb jegyzetekkel ellátva szerintem nagyon érdekes lenne. Ugyanis hát a realizmus ugyebár mindig van. Tehát most például, ami most van a művészetben, az újból megint valamiféle realizmus, de hogy milyen realizmus, az nem lehet tudni, ugyanis nem absztrakt. Tehát reális, szóval olyan, mint életszerű, szóval mi az a... Most hirtelen nem tudom megmondani, ki tudja, hogy mi az a realizmus. Nagyon sokféle van, hát ez mondjuk világos. Hát realizmus az, ami a realitáshoz kapcsolható valamilyen módon. Tehát az nem a realizmus... Na jó, szóval fogas kérdés a realizmus, nem merült ki. Most sem lehet pontosan meg, én nem vagyok ideológus, úgyhogy nem tudom meg ezt pontosan megfogalmazni,
Én azt gondolom, realizmus mindaz, és vannak ilyen válaszok is egyébként ebben a csomagban, hogy mindaz, amit értelmezni tudunk a valóság tükrében, vagy a valósággal kapcsolatban értelmezni tudunk, és amit be tudunk fogadni. És ami a valóságról szól, ami a valóságot számunkra, hogy szellemi módon leképezi, vagy megjeleníti, vagy érthetővé teszi, és így. Tehát, hogy az a realizmus. Tehát az egyfajta cselekvés, tehát a megélt dolgoknak egy feldolgozása. De nem valami absztrakció. De aztán van, aki azt mondja, hogy de még absztrakció is lehet. Hát miért ne lehetne? Hát mi, ha gondolkodni kezdünk, akkor mi absztrakt lények vagyunk, ugyebár. Biológiailag is absztrakt lények vagyunk, mert fel se fogjuk magunkat. Tudunk mindenféle magunkról, de fel se fogjuk magunkat úgy különben, ha nincs szellemünk, hogy akkor mi most mik is vagyunk, ugyebár. Tehát értelmezzük magunkat, tehát keressük az identitásunkat. Na jó, most ebben az irányban nem akarok tovább menni. Lényeg az, hogy ez a realizmus, ez aztán nagyon nagy fejtörést okozott a hatóságoknak. Ugyanis a hatóságokról sem akarok sokat beszélni, de nem tudom, hogy mennyit tudnak róluk, tehát nem a lényegükről, hogy igazából én mondjuk egész életemben, amit így rosszalkodtam, mindig erre építettem. Hogy ez egy olyan rendszer volt, ez az úgynevezett szocializmus, ami rendszertelen volt. Tehát volt egy, több rendszer volt egymásban, és ezek nem tudták, szóval nem tudtak jól kommunikálni egymással. Tehát volt olyan, mint is a bánnal megbeszéltük, ilyenről nem akartam beszélni, megnyitom. Megbeszéltük, hogy ő már régeségen befejezte ezt, az egész ténykedését, elment sátorra, vagy hova is, valami jó messzire, vagy Sárospatakra. Elment Sárospatakra a múzeumosnak, és akkor még egy újabb körben már ott megint megjelenik a Simon Zsuzsa irodánál, mert a Sárospataki Múzeumnak hivatalból vásárol egy képet, ott a nem hivatalos kiállított térben a lakásgalériában, ami viszont ott van leírva. Tehát itt egy, mondjuk egy év múlt el, és már rég el is felejtette a Bán András, hogy most rosszalkodott volna valamit is, mert látta, hogy nem megy, ahogy ő el is mondja, hogy látja, hogy nem megy, és akkor hát most mind győzködjön rajta, ha nem megy, hát nem megy. És akkor elmegy máshova, de ők még mindig rajta van. Tehát ez egy olyan gépezet volt, ami mit elég volt az, hogy meglátják a Bán Andrást velem, mondjuk véletlen az egyik besúgó, mint ő, aki az előbb itt volt, meglátja, hogy a Bán Andrásnak csak köszönöm. Csak, szóval ilyenek voltak, hogy úgy vigyázzunk arra, hogy meg ne lássák, hogy köszönünk egymásnak. Mert az már rögtön felírja, hogy ja, jó, hogy a Bán András, és akkor jönnek a szövegek. Jó, hogy a Bán András úgy csinál, mintha, mert az önnek itt ez volt a gondolkodásuk, hogy rejtőzködik. Hogy azért ment el olyan messzire múzeumot csinálni, hivatalosan, rendes papírra, tehát állásban, rendes állásban volt. Tehát egy pillanat alatt le lehetett volna ellenőrizni, hogy ő most nem rosszalkodik, hanem egyetemet végzett, felkészült, hogy le is írja gyönyörűen a Lugó, és angolul kiválóan beszélnek, fordítanak. Ezek kiváló ilyen magyar emberek. Jó szándékkal, tele, ifjú energiával, tele, és hasznosan sem akarnak lenni. Semmi más, csak ennyi. És ők pedig egyfolytában azt nézik, hogy most mi az, most kivel találkozik. Ó, a Karántait ismeri, na akkor már is kiadják, hogy meg kell figyelni, körlepet ellenőrizni, mint leellenőrizték a lakását, a házmester, és akkor a házmesterek meg nem tudom ki tudja milyenek, azok meg rögtön tovább, ha oda kijön egy ilyen civil ruhás valaki, aki érdeklődik a XY-ról, akkor rögtön megy tovább a dolog, és az már elég is. Ez a suttogó propaganda. Holott nem akart, hogy semmi rosszat. Tehát ez csak ilyen plegykaszint, de a plegykaszint mondjuk normális társadalomban az egy, plegyka, nem érdekes. De itt ez nem normális társadalom, mert a
ilyen pletyokat, hogy én, nem tudom én, a Dembski például engem azért állandóan be akartak húzni a politikába. Én egyfajtában mindig kibújtam. Én nem akartam politizálni, ismertem őket, de nem. Politika az a politikusok területe, én nem is értek hozzá, meg nem is érdekel. Engem csak a művészet érdekel mindig. Én ismertem a Dembskit, valami bulin találkoztunk, és akkor úgy jött ki, hogy télen vagy januárban ott eleltünk egy hetet vagy három napot a Perőcsényi házában, a kölcsön adta a házat. Kifizettük a fűtést, meg a stb. Rendesen, barátságosan. És akkor az én besugom pedig valahogy megtudta, hogy mi a Dembski Perőcsényi házában töltöttük a vakációkat. És akkor ez mit jelent, ugye bár? Na, hogy azt jelenti, hogy akkor mi kuszipajtások vagyunk, és akkor nem mondjam én, hogy nem politizálok. Na jó. Szóval ennyit a hülyeségekről. És akkor menjünk tovább. Itt még egy másik kiadványból néhány ilyen darab, csak ilyen jogkert csinálónak. És amit mondjuk én nagyon, itt a kiállításon nagyon fontosnak tartok, az ez a mű, vagyis ennek a műnek a, hogy is mondjam, én úgy neveztem el, hogy a permutációja. Ugyanis ez fönt van most már a webben, már az is majdnem fent van, most jövő héten talán már meg is lesz. És a kettő egymást értelmezi, és tulajdonképpen egy ilyen időutazásról van szó, hogy ez a darab szintén egy ilyen határeset, ugyanis a Erdély Miklós, akiről azt írják a hatóságok, hogy antiszociális fellépései miatt számon tartják. Hát aztán, hogy az mit jelent, nem tudom, mert hát ez egy zseni volt, a legjobb magyar művész. Antiszociális. Nem, ők voltak az antiszociálisok. Na jó, most mindegy, hagyjuk rájuk. Tehát csinálta ezt a darabot, vagyis nem. Először is meghívták egy hivatalos kiállításra. Ez akkor volt, ez próbálok rövid lenni, hogy elférjen a videóra. Volt a szintén 70, ez egy nagyon érdekes két év volt, a 79-81-es időszak, ugyanis itt most éppen ünnepli magát, vagy most már befejeződött a tavaszi fesztivál, ami miatt mi ezzel beszálltunk ebbe a történetbe. És a tavaszi fesztivál előtt már, tehát amilyen zenei, irodalmi és a többi fesztivál volt, most is lényegében inkább zenei, vagy színház, zene, semmi, főleg zene. És ezt megelőzte a képzőművészeti jellegű úgynevezett szocializmus kultúrájának modernizációja, valami ilyesmi volt a tartalma. Ott elől van még erről is egy-két kis jegyzetecske, de mondom, a webben, aki a webben járkál, akkor ott bőségesen talál erről adatokat. Ugyanis az történt, hogy az egész társadalom pillanatnyilag elérkezett abba az arra a fejlődési fokra, hogy így mondjam, hogy már fütyültek az egész rendszerre. Tehát most nem a megfigyeltek, mindenki. Már mindenkinek a könyökén jött ki, hogy semmi se stimmel, hogy hiánygazdaságban, hogy úgy hívták akkor ezt a fogyasztói, hogy milyen gazdaságban még van, ami most fogyasztói társadalom, nem, az a milyen társadalom? Érték nélküli társadalom, igen. A fogyasztói társadalom az szemben az érték nélküli társadalom, az volt az. És a gazdaság, hiánygazdaság, milyen gazdaság, a kapitalista gazdaságnak megfelelt a hiány. Most nem érdezem. Tehát mi hiánygazdaságban és érték nélküli társadalomban éltünk. Most ezt hosszú ideig nem lehet csinálni, mert az embernek az önbecsülésével problémák kezdenek lenni. Ugyanis azért nem így van. Hát minden ember, ez egy alap dolog, érted? Hogy egyrészt mondjuk már ifjú, már gyerekkorban úgy kezdődik a dolog, hogy keresed magadat. Tehát már amikor visszabeszélsz a szüleidnek pici korodban, már akkor magadat keresed, kontrollálod, hogy hol vagy a világban. Azért van. Tehát a szülők azt hiszik, hogy rosszakhoz, nem rosszakhoz. Csak beméred magad, így teszteled ilyen jelekkel, visszajelzéssel.
Na most, amikor felnőttebb lesz az ember, akkor ugye nem a szüleivel csinálja, hanem a társadalommal, a különböző helyszínekkel, a kollégákkal. Tehát akkor már a felnőtt társadalomban csinálja ugyanezt, próbálja bemérni magát. Na most, hogyha egy ilyen érték nélküli társadalom van, és hiánygazdaság van, ott mi az, mindjárt csúnyát mondok, hogy mihez mérhetne magam? Semmihez. Erről tudom, hogy ez egy fal, odaütök kemény, megfájdul a kezem, ott nincs semmi fal, érted? Hol így megy, hol úgy megy, és akkor mit tehetsz? Akkor jön az önszerveződés. Azt mondod, hogy azzal nem tudok mit kezdeni, mert belépsz a pártba, belépsz a KISZ-be, belépsz a szakszervezet, vagy akármi. Elmész egy vállalathoz dolgozni, mindent látod, hogy ott csak. Egyszer nekem ezt elmondták, én a, hogy hívják, a szabad foglalkozású ilyen alkalmazott grafikából éltem, és egyszer, az nagyon szép volt, a Hung Expo-nál kaptam egy melót. Hát először is utoljára egy önálló melót, azt is azért kaptam, mert már mindig csak elvettek, és nem történt, és nem tudtak meggyőzni. Hát persze, csak pofoznak, nem tudnak vele meggyőzni. És akkor ismerjük azt a mesét, hogy a szél le akarja venni a kabátodat, és nem bírja, mert a helyben jobban fogod. De mondja a nap a szélnek, hogy ugyan majd én leveszem, és elkezdő a sütni, rögtön leveszik. Na most ez történt velem, hogy akkor rám hoztak két nagy munkát, nagyon nagy pénzek voltak, egy héten belül kellett megcsinálni, egyik volt ez a Hung Expo. És itt valaki, egy barátságos ember elmondja nekem, hogy, hogy figyelj öregem, nem, fogd már fel, mert te már elég idős vagy, fogd már fel, hogy, hogy itt se nagyon kívánni nem lehet, se nem, tehát középszereknek, szóval ez a középszereknek a helye. Tehát, hogyha nagyon jó vagy, akkor csinálj úgy, mint a középszerűre. Tehát, mint a, de mondom, hogy lehet ez a, hogy csinálja, és ki, nem láttam még olyat, mi a technikája, hogy most csináljak, hogy jó vagyok, akkor csináljak, mint a középszerűen lennék, vagy ha nagyon rossz vagyok, akkor biztos még egyszerűbb, hogy középszernek mutatom magam. Tehát, hogy a közép, tehát, hogy se rossz ne legyél, se jó ne legyél, az abból csak baj lesz. Na, ez a szisztéma. Tehát ez az érték nélküli társadalom, amikor nem érték. Jó, az megértjük, hogy lopni, csalni, stb. Megírja a 10 parancsolat, azt mondjuk, hogy ott is be kell tartani, de hogy jobb legyél, hogy az is bűn, hogy jobb leszel. Hát ezek mind ilyen jók, de nem fog. Ez nem lehet felfogni. Ez felfoghatatlan. Hogy egy olyan igény legyen egy társadalom részéről, hogy te tehetségesnek születsz, és hogy akkor ne fordítsd magad a társadalom hasznára. Jó, hát rengeteg a saját hasznadra, meg a társadalom hasznára, világos. Hogy ne hasznosulj magad belőle, úgy is mondhatod, tök mindegy, hogy mondod, mondhatod így is, benne vagyok. Tehát, mert egyszerre történik a dolog. Tehát miközben te a saját hasznodat keresed, közben társadalomnak hasznot hajtasz. Hm? Ha csak nem tolvajlással csinálod, akkor az más. De hogyha normális munkát gondolsz magadnak, amivel te a képességeidet meg kiteljesíted, azt egyrészt a magad számára önmegvalósítást végzel, és ekközben meg egy nagy, minél nagyobb társadalmi hasznot hajtasz. De jó, de lehet érted csak akkor, hogyha bemegy a pártba. Na most nagyon sokan bebentek a pártba, vagyis pártok lettek, és akkor ott próbáltak csinálni valamit, de ott meg, hát a Bán András is sok mindent próbált, nem, az, nem tudom, pártok lett-e, de ő is próbált a hivatalos csatornákon mozogni, és elmondta, hogy nem mondta. Tehát ott a, most nem tudom, hosszú ideig tartana, ha még sztoriznék, mert hogy a Acél Elvtárs például hogy működött, arról is van egy marhajó sztorim, hogy nem tudott aludni, röviden annyi, hogy nem tudott aludni, és bekérette a minden könyvkiadóktól, meg stb. Így álltak a könyvek, megjelenségek a könyvek, és ősz reggel éjszaka ott áll, azt aztán reggel dősen telefonáltatott a megfelelő kiadókba, azt el is felejtett az egészet, és akkor, mert ez az érdekessége az egésznek, hogy nem volt konzekvens.
Tehát azért mondom, hogy ez egyik felén így működött, másik. Na, tehát Acél bedobta a izékat, a híreket, hogy mit kell csinálni, felhívta XYZ igazgatót, vagy felhívatta titkárnőjével, sorra telefonálgatta őket, hogy ez a könyv nem mehet, az a könyv nem mehet, stb. És utána, aki nem ijedt meg, az valamilyen furfanggal, tehát Európa Kiadó például csinált ilyeneket, hogy valamilyen furfanggal elfelejtette az Acélnak, mert hát végül is, hogy figyelmetlenség, szóval kitalált. Tehát az, ami érték, mégis létrejött, mert mégis létrejött egy csomó érték, csomó értékes könyv megjelent a kiadóknál Acél ellenére, és az ilyen ügyeskedéssel történt. Hogy ja, de én nem úgy értettem, vagy ilyen dumák. Tessék? Volt azért tartalmi cenzúra benne, amit mostanában... Na volt, de a nagy része meg olyan, hogy például, akkor még egy kis rövid sztorit elmondok. Nekem évekig nem tudtam melókat szerezni, csak ilyen, mit tudom én, maszekoknak dolgoztam, kitanultam, itt vannak a szinte nyomok, ezekből csináltam akusztikát, ezeket mind én használtam. Szita nyomás, ezt én használtam éveken keresztül, maszek szitásnak készítettem szita nyomó formákat, meg nyomtattam is, meg ilyesmi. De az teljesen fekete gazdaság volt, vagy ilyen második gazdaságnak hívták akkor. De sehol nem adóztam meg semmi. Na de hát, nem, ez csak így, hogy kell, igen, jó, akkor mennyire. Ez ma is így. Mondom, ma is így van. Jó, de mondom, hogy persze, ma is így van, de most más az oka. Akkor az volt, hogy én nem kaptam, szóval nem juthattam, a nevem nem volt jó név. Kiejtettem a nevemet, akkor rögtön becsukottak a lakók ajtók. Na és akkor, miért akartam ezt elmondani? Na, ne menjünk ebbe bele, ezt mondanám inkább. Tehát itt tartottunk, hogy van ugye a művészet is volt akkor azért egy kicsit, és ez az Erdély Miklós meghívták ebbe a hülye helyzetbe, igen, ott tértem el a tártól, amikor a párt úgy döntött, hogy akkor modern szocialista kultúra indul most, és akkor jött egy új generáció, és azokat fogjuk favorizálni, meg aztán abban úgy bekeverjük a mi embereinket, akik mindent megcsinálnak nekünk, amit mond. Most véletlenül, hát az Erdély Miklósnak, mivel hogy csinálta ezt a Indigo szakkört, meg a kreativitási gyakorlatokat, tehát volt egyfajta ilyen, tulajdonképpen félhivatalosan csinálta, mert mindenütt, ahol volt, ott nem, tehát nem otthon a lakásán csinálta, hanem valahol a Gazmában, a művelődési házban, ott volt a kreativitási gyakorlatok, ott én is segítettem neki. Akkor utána a Józsefvárosiban volt kiállítás, tehát ilyen, tulajdonképpen fél legális volt a dolog, hogy elfogadták, aztán ilyen, úgy mondtuk akkor, hogy partizán akciószerűen működött ez az ember. De mondom, ennek az embernek minden a fejében volt, ugyanis mikor meghívták ide kiállítani, hát nem mondták, hogy mit csináljon, mert ő olyat úgyse csinált volna, és akkor azért találtak, hogy rágalom kristályok lesz a címe, mert hát itt rágalom, hát itt egy rágalom, ez egy rágalom. A rágalom kristály itt van, aztán hát a műtrágya itt van, és a második cím, hogy a műtrágyán kell gondolkozni. Most ezt én próbálom a webben jobban kifejteni, itt most nem biztos, hogy elég jól el tudom mondani, hogy a műtárgy és a műtrágya, ugyanis ő ezzel játszott, ezzel a lehetőt, tehát a mű tárgyon kell gondolkozni, tulajdonképpen azt kell érteni alatta, de ő a mű tárgyat, mint olyat, ami miatt őt oda hívták, és amit ott elvárnak tőle, azt ő műtrágyának tekintette. És akkor a dolog hát úgy nézett ki, hogy első nap lebontatták, még az első nap, az itt nem látszik, de a webben azt is találtam egy kis videót, és még az is fent van már a webben, megnézhető, hogy hogyan bontotta le. Ugyanis, ő az egészet annyira gondolta, hogy ha bárki is megérti, hogy itt miről van szó, akkor biztos, hogy lebontatják. Most az üvegek, hát mert hogy az üveg ugye törékeny, mi a fenét találhattak volna ki mást? Hogy az élet veszélyesebb, az üveg, így vannak, pont így voltak ide
odaállítgatva, hogy az élet baleset veszélyes, hogy ezt le kell bontani. Ő ezt már előre kitalálta, hogy hogy fog, úgy is csinálta meg, hogy könnyedén tudja lebontani. És hogy bizonyítsa a saját igazát a lebontással, fogta azt a üstöt, és így elhúzta. És az üvegek úgy vannak összerakva, mint a kártyavár, hogy szépen eldőlnek. De nem törnek össze, hanem így szépen gyönyörűen egymásra fordulnak, egyetlen egy darab se tört össze. Ebből a fantasztikusan veszélyes dologból, ugye? Bár, hogy milyen veszélyes volt, hú. És még egy üveg a végén még úgy is maradt, két üveg még így megállt, az külön kellett eldöntenie, hogy eldöntenie, az se tört el. Tehát ő előre megfontoltan bűnözött itten, ebben a helyen, és a végén, hát itt a katalógus, ez a katalógusból egy oldal, itt a Beke László írta. Most a Beke, ez is megérne egy misét, ahogy a Beke László előadta, mert ott ez a Beke László is pályázott, volt itt egy pályázat, a nem tudom hányan, ez volt a hatodik kiállítás, és akkor ha többen, mert kettesével csinálták a művészettörténészek a kiállításokat, hogy nehogy, hogyha valami bűnt követnek, vagy hibát követnek el, hogy egymásra foghassák. Ugye ez így volt, a rendőrök is kettesével járt. Tehát ez a... Ki volt ez azért találva egy elég jól, hogy felelős aztán soha ne legyen. Tehát Miklósnál tartottunk, tehát a Miklós tulajdonképpen megoldotta ezt a helyzetet úgy ezzel, hogy bizonyította, hogy itt semmiféle veszély nincsen, ezzel tulajdonképpen ő lett a győztes. Szóval mert ő mindig ő lett a győztes egyébként, mert mindent előre elgondolt, és már érezte, nem hiszem, hogy tudta, érezte, hogy mi lesz a reakció. És már azon is gondolkodott, hogy akkor ő mit fog csinálni. Itt a sark, az a sarkban. Ezt húzom, akkor ő azt húzza, stb. Tehát, na most. Elmúlt, most, hogy itt ez a kiállítás készült, én ezt rekonstruálni akartam így, de sajnos nem lehetett megszerezni azokat, az elemeket. Most én megszerezhettem volna hosszú munkával, de ennek az is a lényegéhez tartozik, hogy a Miklós azt mondta, hogy a művet nem tudom, szabad többet dolgozni egy művel, mint amennyit az megér. És nem szabad többet rákölteni sem. Úgyhogy általában ilyen talált anyagok. Ez neki volt, ez is volt. A műtrágyát megvette a Budapest Galéria, neki az üvegeket odahozták. Tehát tulajdonképpen neki semmibe se került ez. Tehát ő mindig ilyen, mondjuk, hogy a nullából építkezett a semmi. Tehát nem az a lényeg, hogy az drága anyagokból legyen, hanem hogy a szellemi aport az drága legyen, szóval az értékes legyen. Tehát itt az az érték, amit a kitalálási érték az érték, a találmányi érték pontosabban. Na most akkor próbáltam ezt itt megkóstolni, kiderült, hogy semmi, akkor itt túl sokat kéne dolgozni. Mondom, az a Miklós szellemének nem felel meg, mert akkor mondanám, én beszélgettek ugye Miklóssal már mindig, hogy most ha ezt csinálom, akkor Miklós mit szólna, és akkor mondaná, hogy hülye vagyok, meg mit dolgozom én ezen, annyit nem is ér az egész, annyit, és itt van. Na és akkor mondom, hogy jó, tehát akkor ezt talált, akkor nekem is találnom kell. Tehát magát a konstrukciót meg akartam mindenképpen csinálni, és nem is bántam meg, de hogy találni kell. Hát most hol találjam? Bocskapiacon, otthon találtam meg, aki építkezés volt, az volt ott. Ez is valami miatt ott volt, a nagypapáé volt, vagy nem tudom ki. Most mondom, jó, akkor itt vannak a nagy áruházak, elmegyek az áruházba, megnézem, kezdjük a műtrágyával. Hogy van-e ilyen műtrágya? Így aztán az a műtrágya határozta meg az egész dolgot. Ugyanis kiderült, hogy olyan műtrágya már nincsen. Lehet, hogy van valahol, ahol nagy üzemnek csinálják, ilyen nagy zsák, lehet, hogy van. De ahol én voltam egy nagy áruházban, hogy csak ez volt, ez a gyertyáanyag és gyomelfolytó. Két funkciója is van, tehát kétféle tudása. Az egyik az növeszti, a másik meg írtja az ellenséget. Tehát az egyik segít, a másik írt. Ez ilyen csodálatos műtrágya, hát ez már önmagában gyönyörű.
És akkor néztem egy hét, akkor megmondta, hogy milyen létre kell neki. Így lett egy létrája, mert ő meghatározta a méreténél fogva meghatározta, a színénél fogva meghatározta, tehát elkezdett mindent meghatározni. És akkor hát a maga a konstrukció az hasonlít arra, mert minden van egy nagy üveg, ami mintegy kiemeli ezt a kezdő motivumot, amiből aztán kijön az a fekete zsinór, ami ott fekete volt, mert hogy a bitumenbe ment bele, és ott nem pont ugyanez volt a funkciója, mert mindjárt elmondom, hogy itt hogy változott meg, mert ugye itt a színek is számítanak. Tehát önnála csak feketék voltak, mert építkezés volt, vagyis építkezés akart lenni, de végül is román, összetörés volt a vége, tehát ő építészként építészetben gondolkodott, tulajdonképpen építmény, ez is építmény, de nem olyan nagyon, mert a létra ugyebár az egy lakásban való lét, tehát mindennek van saját jelentése. Ilyen létrát hol használnak? Irodában, lakásban, stb. Főleg van még irod, fehér létrát, inkább csak hálószobában, vagy nem tudom hol. Tehát lényegében egy személyes, egy nagyon személyes, egy privát szférája van a létra, című tárgynak. A gyep meghatározta, hogy nem lehet fekete a szőnyeg, vagyis nem lehet ilyen bitumenes szőnyeg, mert ő nem mond olyat. Azt mondja, hogy fű, hát akkor zöld, így jött be a szőnyeg. Ez a piros, hogy hívják, zsineg, kerestem feketét először még, mert én ártatlan vagyok mindenben, én hagyom magam, tehát ha azt mondja, hogy ha van fekete, akkor lehet, hogy feketét választok, és akkor nem tudok tovább lépni. De nem volt fekete, csak ez a piros volt. Ez is ilyen gurmi. Tehát, mert hogy a piros, aztán a színek is. Hogy a Erdély Miklósnál nagyon fontosak a színek. Én nagyon sokat, mindig nem tudok eleget az Erdély Mikiről, de egyfolytában foglalkozom vele. Ami a színeket ő abszolút értette. Tehát amikor van egy bújtatott zöld színű installáció, ami szintén fent van, ebben tanulmányozható, ott ő gyönyörűen elmondja, hogy a zöldnek mi a szerepe, és hogy az egész hogy jön össze bizonyos filozófiai alap kérdésekkel. Na most visszatérve erre, tehát a piros az az erő, a zöld az a remény, és hát a fehér az meg a hűség. És akkor kijön három szín. Három szín jön ki, és a három szín ugye a magyar nemzeti szín, három szín, és a tárgyak maguk is tulajdonképpen ez az erőre használhatatik, a piros, véletlenül piros, nem akartam, de ez volt. Tehát ezt az, azért raktam azt is rá, hogy azzal jelezzem, mert ugye akinek autója van és pakol a tetejére, az egy ilyen szerszámmal szólítja meg a csomagjait. Tehát ez az erőt szimbolizálja, tehát teljesen rendben van, mert a piros színnek lehet a vér, meg a, de a magyar nemzeti, a trikolorban az erő megegyezés szerint 1848-ban ezt törvénybe iktatták, hogy a magyar nemzeti színek közül a piros az erő, az nem a vér. Van olyan ország egyébként, mert a zászlókkal is foglalkoztam időben, a trikolóra pontosabban, meg volt egy trikolóra kiállítás egyszer pár évvel ezelőtt. És vannak hasonló trikolóra zászlók a világban, azt hiszem az indiaiaknál is van trikolóra, egy kicsit sárgás a fehér, de ott a piros az a vért jelenti, tehát ők máshogy mondják, tehát máshogy verbalizálják. Most mi ezt így határoztuk meg 1848-ban, aminek nagyon fontos, amikor a zászló törvénybe iktatták, akkor rögtön a jelentések is törvénybe lettek iktatva. Szóval nincs mese, nem lehet itt semmi más gondolni, de ha törvénybe van iktatva, akkor az szentírás, igaz? Na most, hogy ez azóta így van, és nem csak hogy így van, hanem úgy is van, hogy ez realizmus, ha már itt realizmusról szó esett ezelőtt. Tehát ez egy realitás, hogy mi a piros színhez viszonyuljunk, mert a mi nemzeti színünkben benne van, és hogy a tudatunkban ott legyen. A másik pedig, hogy a
a hűség és a remény. Ez a három, ez a magyar történelmnek valahogyan őrületesen szerves része lett. Ugyanis ezek állandóan beszélgetnek egymással. Például akkor itt egy híre megyek, ahol azt akarom demonstrálni, mert aztán adtam egy alcímet, hogy a vér nem válik vízzé, mert hogy azért itt a vérről szó van, főleg, hogy egy ilyen, nem a piros nem egy ilyen felület, hanem egy ilyen érként jön itt föl, és ide belelóg, mint ahogy Miklósnál egy másik jelenése. Ennek van egy folytatódó árnyéka, ami ott zöld színben virtuálisan folytatódik, és zöldé változik, mert megy le egészen 2000 méter mélyre, ugye azért 2000 méter mélyre, mert ez a víz, ez nem egy olyan akármilyen víz, ez sárvári gyógyvíz, ami sárvári kristályból lett kioldva. Most a kristály is érdekes, mert ez pedig a rágalom kristály, de? És akkor a kristály és a kristály tudnak egymással valamit kezdeni, úgy kommunikálhatnak. Tehát a gyógykristály meg a rágalom kristály kommunikálnak. És akkor tulajdonképpen ez egésznek a jelentése, vagy a magja, vagy a eszmei mondani valója, ha szóval én csúnyát mondanom, hogy meg kell oldani a helyzetünket. Tehát ez a tárgy nekem ezért nagyon fontos, hogy sikerült majdnem formailag vagy képileg majdnem ugyanúgy létrehoznom ezt a tárgyat, ami ott még a szomorúságról szól, ez viszont már nem szomorúság. Ez a vidámságról szól, hogy megoldhatók a kérdések, ugyanis itt a kristályok, ha beszélgetnek egymással, akkor az kommunikációnak is szokás nevezni. És akkor lehet, hogy a rágalom és a gyógy kristály valahogyan megoldja ezt a hülye helyzetet, ami most van. Ugyanis most pontos, én úgy látom, mindenki máshogy látja, életkorok szerint látják máshogy, de én beszéltem ifjakkal, egyetemistákkal, volt itt egyszer egy műegyetemi társaság, és ezek sokkal csúnyábbakat mondtak, mint amit én egyáltalán gondolhatok, a társadalomról. Hogy az emberek elidegenedettek, hogy gyűlölik egymást. A magyarokról beszél csak. Most nem tudom, hogy máshol hogy van, hát én is tapasztaltam ilyesmiket. Úgyhogy többek között, hogy én ezt nem tudtam rekonstruálni úgy, az is egy ilyen rossz, de ezt nem akarom elmondani, ez is egy ilyen rágalmazás átvérrel rendelkezik, és ezért még jobban ráhajtottam, hogy ezt megcsináljam úgy, hogy megoldjam ezt a kérdést. És én úgy érzem, a webben még jobb, meg akarom is sokkal jobban csinálni, szóval virtuálisan, szóval hogy megmaradjon, mert így most szétszedjük, aztán ennyi, aki emlékszik rá, emlékszik. Tehát a webben úgy meg akarom csinálni, és össze is linkelni azokkal a dolgokkal, hogy érthetőbb lesz, mint ahogy én elmondtam, mert nem lehet elég jól elmondani. De azt hiszem a lényeget elmondtam erről. Itt a kristályok, ha beszélgetnek, jók és rosszak, akkor végül is mindig van rossz, meg jó, amíg emberiség van a Földön, meg amíg élet van a Földön, mert hát ezek kiegészítik egymást. Tehát itt most bele lehet érteni a pártokat, hogy ne veszekedjenek már, hanem csak kritizálják egymást jó indulattól, mert az ország érdeket nézik inkább, mert végül is ez is benne van ebben. Mert most ma reggel hallottam a rádióban, hogy a privatizációról volt valami szöveg, hogy a 30, tehát az érték, a nemzeti vagyon mag 30%-a elveszett. Nem tudom, hogy neked. Ma reggel hallottam ezt a szöveget. Fordítva. 30% veszett el. Nem. 30% veszett el. 30% 33%. Veszett el. Rendszerváltás volt a 33%. Eltűnt. Ja, akkor jól emlékeztem. Tehát, hogy, és hogy miért, azt is mondták, hogy miért. Most jó, most nem azt mondom, hogy amikor az ember itt belekerül ebbe a jövő csatornába, és fogalma sincs róla, hogy most ott mi fog történni, mert annyira sok tényezős a dolog, és ahogy mi itten bementünk ebbe, mármint mi az ország, bementünk ebbe a nem szocialista létmódba, akkor azért ki tudott látszani, nincsenek minták. Vannak minták, de nem biztos, hogy jók ránk.
Tehát van, aki a mindára esküszik, hogy svéd modell, vagy is, mint a, milyen modell, és akkor azt hajtja, a másik meg egy másik modellre esküszik, és akkor elvisz a 30%-ot közben. Benne van a partnerben, hogy szerintem. Mi is modellethettünk. Hallottam egy közgazdásztól, hogy mondtak, hogy hát igen, a magyar modell. Na, azt nem szabad követni. Ja, magyar modell. Jó, mindegy, szóval ezzel számolni kell. Tehát ez mindig van, ez kell, hogy legyen. Nem lehet megnyerni. Tehát azért nem lehet megnyerni, mert tudatlanok vagyunk. Szóval nem vagyunk elég tudósak a jövőhöz, a semmihez. Tehát neki van egy gyönyörű mondata, kinyúlni a semmibe és áthúzni magad. Ezért szeretem külön még. Kinyúlni a semmibe és áthúzni magad. Most ez csak annyi, hogy akar. Tehát, hogy koncentrálsz, de van egy másik haver, a William Flusser, aki meg azt mondja, hogy a jövőből kell nézni a jelent. Tehát, de hát még annyian vannak még ilyenek. Ezeket így csoport, így körbeállítom magam köré, itt vannak a barátaim, és ő rájuk figyelek csak. Hát aztán vész, ami vész. Hát most ez nem lehet megúszni. Egyáltalán nem lehet megúszni. Tudomásul kell venni, hogy van veszteség, de igyekszünk minél nyereségesebben gondolni. Tehát az biztos, hogy ez a rágalom és a gyógy kristályoknak a barátsága az egy ilyen jó képlet szerintem. Hány magad Miklós? 86. Na nincs idő. Hát az, na jó, hát annyi ilyen történet van, de az a helyzet, hogy én ilyen kiállítást többet nem akarok csinálni, még a webben most már úgy nagyjából felraktunk mindent, amit kell, hogy tudjunk, viszont mégis megmarad a probléma. Tehát, hogy nem kell róla már beszélni, már most is csak ezért csináltam ilyen kis idézeteket, hogy volt már olyan, hogy teljes, még két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt is, ilyen teljesen nagy olvasnivalókat raktunk a falra, hogy mindenki jobban elolvasassa. Most már én szeretnénk eltávolodni ettől. Tehát tulajdonképpen ez a darab is azért szerintem egy elég jó darab arra, hogy értsük meg, hogy át kell lépnünk a jövőbe. Tehát itt nem nyalogathatjuk sebeinket, nem tudom mennyi ideig. És hát én abszolút azon vagyok, hogy nem. Én sajnálom, hogy ide jött ez a besugó gyerek ma, de szerencsére nagy önuralma volt, és nem jöttem fel rajta, hogy pofát hanem ide nehézhet jönni. Meg volt, kaptam ezt a levelet a új-zélandi barátomtól, aki a másik főbesugón volt, majdnem minden papírtől leszámozik, bocsánatot kér. És hogy mennyire, most ezt nem hiszem el, jó, mindegy. Ez egy intelligens ember, Új-Zélandon egyetemen tanár, pszicholingvisztikát, szociolingvisztikát, meg még mit tudom én, milyen lingvisztikát tanít, ilyesmiket, és azt írja nekem, hogy tévedett. Jó. De hogy ő hitt abban, hogy azt hitte, hogy össze tudja barátkoztatni az ördögöt a Jóisten. Nem így írta, de körülbelül ezt írta. Hát azért ehhez sok ész nem kell. Ördögött a Jóistennel, hogy a felébe lehet. Hát az nem lehet. Vizet a tűzzel. Hát hogy lehet ilyet gondolni? Halász Péter, a nagy Halász Péter, a Squad Seater főnöke, annak dőltem be, mert azt kérdeztem, hogy ismert előbb ezt a fiút, tanult, és kérdeztem tőle, hogy ez ki ez a fiú, és akkor én azt mondtam, öregem, ez a világ legokosabb embere. Hú, mondom, akkor én biztos nagyon buta vagyok, mert nem látom. De aztán egyfolytában ezért nem vettem észre. Szóval vártam, hogy meglátszom, hogy milyen a világ legokosabb ember. Hát ez a baromira érdekel engem, hogy ez milyen. Hát nem érdekli az embert az ilyesmi. Hogy jó, hogy néz ki, de miben jelenik meg? A Miklós az a világ legokosabb embere, mert a Miklós egy eszencia volt.
Hát tele hibákkal, de hát az kit érdekel a hiba. Mindenkinek van, legalább 30% hiba az kell, hogy legyen. Igaz, 33%. A nélkül nem is jó semmi. Tehát a Miklósban mondjuk volt 33% pont, de a többi az meg szintiszta érték volt. Úgyhogy most a webre nagyon sok anyagot felraktam a Miklóstól, képeket is a műcsarnoki kiállítását megcsináltak a műcsarnok helyett. Mert ők sose fogják megcsinálni, és mondom, ezt nem tűrhetem tovább. Úgyhogy megvan, még vannak hibák benne, de onnan ki lehet menni, hogyha a műcsarnoki oldalra bekeveredik valaki, akkor onnan ki lehet menni az egész. De mondom, van az Erdélynek egy árkú, egy kezdőlapja, onnan meg mindenhol el lehet jutni. Műcsarnokba is, meg mindenhol. És hát a tavalyi év, tavaly decemberben volt, én csináltam Miklósnak egy ilyen napot, ilyen szellemi születésnapjának nevezem, a Kamilla nap az december 28-án van, és egy pár évvel ezelőtt találódott ki véletlenül, hogy kell csinálni ilyen napokat, ugyanis ha körülnézünk bárhol, a politikák, a vallások, a mindenféle szervezetek csinálnak ilyen napokat, szóval ilyen, hogy hívják ezt, milyen nap? Ünnepnap, de ilyen, amit tisztelnek, szóval azon a napon. Hát ahogy most a pápának egy napot csináltak, ugye nem ismétlődik, de ma van. Vagy holnap. Hát ott előtt. Na most akkor azt mondom, hogy hol van az a kultúra, amelyiknek nincsen egy ilyen napja, ahol megemlékeznek bármiről is. Hol van az? Az nincsen. Van a víz napja, a föld napja. Persze, mindenféle nap van. Hogyha erre akkor mondom, hogy legyen a Erdély Miklós szellemi születésnapja, ez a Kamilla nap. Ez a, egyébként a katolikus naptár szerint a lapos szentek ünnepe is, de hát az kit érdekel, hát az lehet másnak is ugyanaz a napja. És különben se egész napról szól, hanem ez egy ilyen megemlékezés, hogy egy páran összejövünk, és akkor valami műsor van, vagy duma, tehát valamilyen tartalma van annak az összejövetelnek. Úgyhogy tavaly decemberben a 10 évről emlékeztünk meg, hogy 94-ben egy évet Erdély Miklóssal töltöttünk az Árpóban, azért, hogy az Erdély Miklós kutathatóvá váljon, és a szép reményünk szerint, hogy a szép vastag kis életünk katalógusa is, ha nem is jelenik meg, de legalább nyomdára előkészül. Sajnos azóta se történt meg, és akkor én most már ősember lettem, meg közben már nyugdíjas is lettem, ugyan nem érdekes, mert megyek dolgozom, még jobban, mint az előtt, de hogy már nyugdíjas korú lettem, és mondom, itt nézem ezt a szegény szerencsétlen magyar kultúrát, 20. század elnyomott kultúrájáról van szó, amit 20. században a második felében a bizonyos keletirányult politika, ugyebár van még? 53 percnél tartunk. Még van, jó, akkor mindjárt fejlem. Tehát ez a keletirányult politika nem volt képes befogadni. Kultúrpolitikáról beszélünk. Na most, de mi ez? Ez egy ilyen arctalan dolog a kultúrpolitika, ugye keletirányult volt, mint is az, azt sem tudom, miről beszélek. Nem, ott emberek voltak, igenis. Volt, úgy hívták, hogy Nérai Katalin, Zsigmond Attila, és tovább, akik még mindig ott ülnek a hivatalokban, vagy a fő hivatalokban, nem kis tisztviselők, hanem a Nérai Katalin a Lumunak az igazgatója, szép neve van, mi? Majd meghalok érte, olyan szép. Lumu. Egy modern művészeti múzeumnak Lumu. És ő találja ki, nem a nép, mert a nép találja ki, ugye Pecsa. Hát azt a nép találta ki, nem a izéje. Az Petőfi Csarnok a rendes neve. De ennek a rendes neve Lumu. Akkor mi jön ki ebből? Ludwig Múzeum. Jézusom! Hát szóval, na most itt tartunk, ez katasztrófa. Ez egy kulturális katasztrófa. Én nem tudom, hogy oda fogja menni ezzel.
És azért beszélek annyit a nemzeti színekről. Azért csináltam ezeket a zászlókat is most, és addig fent fogom hagyni, nem tudom, eddig fennmaradni, de addig fent fogom hagyni, amíg valaki nem mer megnyikkanni róla. És mindenki, aki még nem látta, bejön, és így földbe gyökerezik a lábról. Így vagy megkökken, hogy mi ez. És aztán utána olyan csendesen elsomfordál. És itt vannak író emberek, meg ilyen közéletiek is jöttek ide, hogy miért nem ír valaki, hogy látott egy ilyet. Csak ilyen cikkecskét valahol. Narancsban, Népszava, bárhol, valami ilyen nagyobb tömeg. Miért nem fényképezi le? Ott van a Tóth Endrének az a táblája, az a Sinkovics, szóval ez egy érthetetlenség. Sinkovics Péter, nem tudom ki ismeri, művészet című folyóiratnak, most már évtizedek óta az egy főigazgatója vagy a vezére. Sinkovics Péter a Tóth Endrének jó barátja, én is jó barátja vagyok a Tóth Endrének, elég régóta, és a Tóth Endre itt járt, és ő találta ki azt a táblát, nem én. Akkor itt még romok voltak, és akkor itt járt, és mondom, nagy lelkesen mondom neki, hogy ugye itt lesz egy marha jó kis kiállítóterünk, most még romos nem lehet bemenni, még nem látszik, nem lehet megnézni, ez lesz itt a bejárata. És akkor Tóth Endre nem is szól semmit, egyszer csak ír egy faxot, és azt írja, hogy ő azt gondolta, hogy ide ezt a rajzolja táblát nekem, ott kint is van egy másolat róla, azaz, hogy azt ide csinálna egy ilyen táblát bronzból, ha én megcsinálhatom akkor, ha benne vagyok. Mondom, na hát ez már a jó portál helyett van, és akkor meg is csináltattam, akkor ellopták, ja igen. Megnyitó, még nem lopták el, megcsináltattam, megnyitót úgy gondoltam, hogy valaki avassa, mert ugye ez egy köztéri engedély, mindent elintéztem, beletonozva, el lett helyezve, és akkor gondoltam, hogy valami olyan valaki avassa fel, aki egy ilyen méltó személy vagy, ha nem is méltó, de olyan, tehát Tóth Endrét is szeretni, stb. Sinkovics Pétert választottam. Na most, kiderült, először Sinkovics nem ért rá sohasem. Üzentem, telefonon kerestem, üzentem neki, hogy hívjon vissza, sose hívott vissza, aztán valahogy mondom, ezt nem, ez ilyen nincsen. Mert a legjobb barátja a Tóthnak, ugye bár? És hát miért ne vállalná el? Már üzentem neki, hogy miről van szó. És akkor nem. Egyszer csak véletlenül ő vette fel a telefont, és mondom, hogy stb. Azt mondja, hát öregem, nem érek rá. Hát figyelj, akkor hozzád alkalmazkodunk, jó? Mikor érsz rá? Szóval nem érek én rá. Jó, oké, jó. Egyszer elcsíptem, mert tud megmutatni, hogy valahol megnyit valamilyen kutyaütő kiállítást a Budapest Galériában. És mondom, na most én oda megyek, jó, vacak a kiállítás. Portálok, igen, ez volt a cím a kiállításnak tetejében, portálok, ez meg egy portál. És oda mentem, és akkor ott közönség, minden. Ja, igen, jöttem, vittem magammal egy kis fénymásolatot, amit a Tóth Endréről írt, ami tökéletesen passzol erre, hogy csak fel kell olvasni semmit. És nem kell dolgozni, nem ér rá, hogyha nem kell dolgozni. Vittem fénymásolat, mondom, figyelj ide! Itt van, ezt te írtad, ugyebár ekkor és ekkor oda van írva. Itt csak annyit kérnék, hogy ide rohansz, felolvasod a saját szövegedet, ezt nem kell csinálni semmit, és utána erre rohansz, jó? Belefér az életedbe? Erre akkor nem tudom, de feladta a játékot, akkor elvállaltam. Na most, én azt gondoltam, hogy talán valami más is történik, hogy akkor ő majd ír a művészetben erről. Nem. Akkor semmi. Sajtója nem volt. Ide jött a művészet fője, aki felavatta a táblát, és ez magyarázhatatlan. Tehát egyszerűen még most is csak úgy nézek, hogy akkor mi ez? Miről van szó, hogy mi micsoda, vagy mi? Hol vagyunk? Ugye, hol vagyunk? Hol van a kalaszkodó? Úgyhogy ezért kell, én ezért még szívesen csinálok ilyen tárgyat, mert
ez megmarad, dokumentációjában megmarad, hozzászól a magyar fogalmi világhoz valamit. Hogy értsük meg a piros színt, értsük meg, hogy a köztársaságnak nem lehet koronás címere. Hogy a keleti pályaudvarról kelet felé kell utazni, a nyugatiról meg nyugat felé. Meg ilyen hülye, egyszerű dolgok. Ennyi. Ez a művészet lényege.